Az abszolút legunalmasabb munkám az Átlátszónál az volt, a 2016 körül, még mielőtt megalakult a Kesma, mielőtt egy nagy birodalomba szervezték volna az összes kormánypárti médiát, kikértem a miniszterelnöki kabinetirodától, Rogán Anta a minisztériumától, hogy melyik kormányzati kampányra állítsuk meg Brüsszelt, üzenjük Brüsszelnek, stop Soros, stb. Mennyit költöttek. Rogán Anta a minisztériuma pedig szerintem így szivatásból, állítólag nem volt meg nekik Excelbe, ami azért nehezen elképzelhető. Azt mondták, hogy nincs meg nekik más formátumban, csak papíron, úgyhogy ilyen óriási lepedőket kaptam, ilyen miniatűr betűkkel, számokkal, és ezzel a nagyítóval silabizáltam napokig, meg hetekig ezeket a számokat, adatokat, és írtam át kézzel Excelbe, hogy lássam, hogy mennyi reklámpénzt kapott az Origó, a Hír TV, a Pestisrejcok, meg a többi. Én újságíró vagyok, utálok videózni. Sajnos. 2018-ban hallottam pletykákat arról, hogy a kormány közeli gazdag emberek magánrepülővel mászkálnak különböző helyekre, és van egy oldal, ahol lehet figyelni élőben a repülőgépek mozgását, és ott észrevettem, hogy van egy osztrák bejegyzésű drága magángép, ami folyamatosan Budapestre érkezik, meg innen indul. Elkezdtem figyelni az útjait, hogy hova mászkál, aztán a Mércén megjelent egy fotó egy jachtról, amin akkor Mészáros Lőrinc volt az előző feleségével, onnantól kezdve a jachtot is elkezdtem figyelni, és kiderült, hogy a repülő meg a jacht az nagyon sokszor találkoznak, egyszerre vannak ugyanott, és elkezdtem együtt dolgozni német Daniel Fotossal, aki kiment Horvátországba, nézte, hogy merre megy a jacht, odament, és sikerült lefotóznia, meg levideóznia az utasokat, és a nagy fogás az meg az volt, hogy Dani kiment a Ferihegyi repülőtérre, amikor a magángép az Bulgáriából jött haza, és lefotózta Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy kiszállt a repülőgépből egy videót a meccs után. A legviccesebb munkám az Átlátszónál az volt, amikor feliratkoztam a Czöv hírlevelére, aztán elmentem velük Krakkóba. A lengyel barátaik meghívására mentek, volt kötelező lengyel állami ünnepség, vittük a magyar zászlót, meg a cöföset, volt kötelező katolikus szentmise, és mindenben részt vettem, mert féltem, hogy nehogy lebukjak, és kiraknak a tátrába, akkor gyalog kell hazajönnöm. A legdurvább egyébként az volt az úton, amikor kineveztek kórusvezetőnek, úgyhogy nekem semmiféle énekhangom nincsen, de hát így nem lehetett tiltakozni, a buszparancsnok asszony odaadta a kezembe a mikrofont, hogy tessék, te vagy a énekkarvezető, úgyhogy elénekeltettem a kedves utastársakkal a Kossuth Lajos Azt üzente című dalt, aztán azt, hogy kék a szeme, aztán meg azt, hogy a csitári hegyek alatt. Régen